Az ünnepségen külön köszöntötték az 56-os forradalmárokat. Első nyilvános polgármesteri beszédében Nagy Bálint elmondta, Keszthely méltóképpen szerepelt e történelmi napokban. Úgy fogalmazott, a fehér ember szobra, az akadémisták bátor kiállása és önfeláldozó harca mind olyan tettek, amire büszkék lehetünk mi fiatalok is. 56 szelleme arra tanít, hogy egy ország, ha kiáll önmaga védelmében, ha közösnek érzi a hazaügyét, ha képes felülemelkedni minden megosztó érdeken, nemzetté válik, és példát tud mutatni az egész világnak. Vallom, hogy Keszthely előtt nagy jövő áll, hisz településünk adottságait országszerte elismerik. Nagy céljaink vannak, hisz értékeink megóvása mellett további fejlődést tervezünk, és mindent meg kell tennünk azért, bár a mai üzleti szemléletű világban ez nem mindig könnyű, hogy egy kisvárosban, egy Balatonparti festetés örökséggel rendelkező városban minél több fiatal is megtalálja a számítását. Nagy Bálint hozzátette, az ötvaltos meghurcoltaktól nem várhatjuk, hogy csak őrizzék és adják tovább a forradalom emlékét. Nekünk, fiataloknak kell ezt átvállalnunk. És nem csak szép szavak kellenek, hanem valódi tettek is. Éppen ezért figyelembe véve sokak kérését, meg fogjuk vizsgálni a Keszthely 56-os szobor központi helyen történő elhelyezésének lehetőségeit. Ünnepelni és megemlékezni jöttünk, kezdte köszöntőjét a térség országgyűlési képviselője. Manninger Jenő a saját generáció szemszögéből intézte gondolatait, mint mondta, a mi életünkben, politikai szemléletünkben 56 választóvonal volt. Köszönet tehát azért, hogy ezt tavaly már Keszthelyen is méltóképpen feldolgozták, további tanulságos történeteket ismertünk meg de van még tennivalónk a méltóbb megemlékezés terén is. 56 szeleme évtizedekig kísértett. Egyfelől erkölcsi iránytű, másfelől egyeseknek lelkiismert fordulás. Meggyőződésem, hogy ez utóbbi a rossz lelkiismeret, persze a terror szokása, a kommunista mentalitás vezetett az 50 éves évforduló brutalitásához, a lovasrohamhoz, a szemkilevetéshez, aminek ma is választóvonalnak kellene lennie. Keszthely már 23-án csatlakozott a forradalmi eseményekhez, emelte ki beszédében a Veritas Történet Kutató Intézet tudományos munkatársa. Kis Dávid elmondta, hogy megalakították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét, a Városi Forradalmi Tanácsot, lerombolták a szovjet emlékművet, visszahelyezték a festeti szobrot, és hazánkban egyedüliként szobrot emeltek a forradalom idején az áldozatok tiszteletére. A Keszthelyi Szabadság szobor a fehér ember, szimbolizálta a város lakóinak oldhatatlan szabadság utáni vágyát, egy saját magyar út akarását. Egyedül az országban itt emelték emlékművet a forradalomnak, a forradalom alatt. Ebből is látszik, hogy ezt mennyire fontosnak tartották, színével jelképezve szándékuk tisztaságát. Míg felállítása nyíltan, közakaratból történt, addig eltávolítására csak 1957. januárjában, éjjel mert az újonnan berendezkedő, törpe kisebbségben lévő kádári hatalom vállalkozni. Csodálatos módon nem semmisítették meg továbbélt, mint ahogy 56 eszméi is. Idegen katonák zajan nálunk az árus fekete autón járt. Pintér Béla dalával, Bába József és Budai Ferenc verseivel léptek fel az ünnepségen a Helikon versmondókör tagjai. A rendezvény végén megkoszorúzták a keszthelyi fehér embert mintázó ötvaltos szobrot. A koszorúzásban székely udvarhelyről érkezett diákok működtek közre.